A Budapest rendelésnél már lehet volna, ám csak minket vártak. A süteményt itt se hozták, de mit láttunk volna ilyen mocskos csalóktól? Megint becsaptak. Akkor kellett volna szólni, hogy ne várjunk a süteményre. Mindjárt láttanjuk az ötlevélhoz is. Nyomjuk el ezt a mocskos Budapest bankot. Most a Budapest bank, aki az ingatlan értékének a 92%-át is megfinanszírozta. 95-öt hirdetett, de 92-t meg is finanszírozott. Hát vajon ez a bank nézte el a kockázatot? Vajon ez a bank felelősen felmérte, hogy mi lesz, ha megöltközik a hitelek? Hát nem mérte fel, mert ez a házunkat akarta elvetni. Nem papír lesz, hanem feltégla vagy kalapács. Egészen elmondtam ezt itt a kamerák előtt, hogy amikor az első bankablak betörik, rám fognak egy alakodni. Tegyétek meg javosan, lehet, hogy élvezek, lehet, hogy nem élvezek. Az a lényeg, hogy lapizára törjenek az ablakok, ha nem állnak le a végrehajtások, ha nem szüntetik meg a devizahitát, és nem fizetik ki a pályáinkat. Fogja a bizony, Marti és Csabja, most jelezik meg a mocsokra! Hát nem ele tudták venni a házakat! Hát de nem hagyom! Még van jobb oldalon egy ablak, ami teljesen szűz! Itt hamarosan nemzeti börtön nyílik! Így van, ezt tegyétek oda! Csodálatos! Jobbnál jobb ötletek, jobbnál jobb plakátok! Hát ez szűz ablak, nehogy már itt hagyjuk egyet is! Valószínű, a biztonsági őrök hagyták itt. Hagyd őt, hogy menjen be. Hát, ha beengedi a biztonsági őr. Na vajon, bemegye? Nem megy be. Az ügyfeleket nem engedik be a bankok. Nem is értem miért. És még az beengedik, messzire örülök neki. Budapestban legalább az ügyfeleket beengedi, még egy kifosztott ember. Sajnálok őt. És ebben az esetben a magyar lakosság felélegzi, az emberek elkezdenek fogyasztani, a fogyasztanatokba beindulnak a vállalkozások, és onnantól kezdve minden pörög, ahogy ennek pörögnie kell. A Budapestban tartalmazott el is, nyilván törzsönben fognak rohadni. Oh, my God.